Sziasztok! Ez a Rozmarin Kunyhó Podcast, ahol hétről hétre Polányi Viktória tanácsadó szakpszichológussal és meghívott vendégekkel beszéljük ki a heti Rozmarin Kunyhó báb epizódot. És akkor csapjunk is bele, én Trömböcki Napsugár vagyok, a sorozat írója és napraforgót játszó színész. A mai témánk pedig a második epizód kapcsán többek között így a mássággal való együttélés, elfogadás, épségizmus és hasonlóak lesznek. A témában pedig Illés Fanni paraúszó, paralimpiai világ és Európa bajnok úszó a mai vendégünk. Sziasztok! 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 Hát, ugye a második részben több minden is történik, de egyrészt bemutatjuk az új gubát, Deskét, aki hát egy kis zűrzavart okoz az elején napraforgónak, mert hogy az első kapcsolódása az lenne hozzá, hogy kérdezgeti, vagy így beszélgetés kezdeményez vele, de ez annyira nem sikerül. Kere és Májva pedig még rá is játszanak erre, hiszen Deske nem beszél, viszont egy ideig így húzzák napraforgónak az agyát, és hát aztán még máshol is szól ez az epizód, de szerintem ezen a vonalon így elindulhatunk. Egyrészt Fanni, hogy hogy tetszett a rész, vagy mik jutottak eszedbe így szabadon a kapcsán? Nekem tetszett, és egyébként amikor megérkeztem ide, és megláttam ezeket a kis gubákat, akkor pont a Sárgára, azaz Deskére bögtem rá, hogy nekem ő tetszik a legjobban. Milyen furcsa véletlen, hogy utána megnéztem itt a második részt, és akkor mutatják be őt. Nekem tényleg szeretem az ilyen dolgokat, amik mögött van mondani való, és tényleg társadalmilag is, társadalmi szinten is tudnak azonosulni az emberek, mert azt gondolom, hogy igen, a másság az egy olyan dolog, amihez az embereknek hozzá kéne szoknia, mert valóban a világ az színes, és különböző sérültségű, illetve színű emberek vannak benne, ami nem feltétlen rossz dolog, azt gondolom. Hát sőt, igazából nem tudom, én ezen nevettem, amikor így beszélgettünk ezekről a témákról, vagy így mindig az interjúkban kérdezték, hogy fú, milyen fontos témákat dolgoz fel ez a sorozat, meg ilyesmi, ami persze egyrészt szándék volt, de én azon nevettem, hogy így sokszor valójában az rá a megoldásunk, hogy hát ő ilyen, ő ezt csinálja, de mi az, amit szeretünk benne, vagy nem arra fókuszálnak igen, alapvetően a gubák, hogy miért nem olyan, mint mi, hanem arra, hogy hogyan tudunk kapcsolódni egymáshoz. Mint ahogy sokszor a gyerekek is ezt a nézőpontot hozzák be. Abban tudnék itt kapcsolódni ehhez, hogy mikor a kisfiammal beszélgettem erről a témáról, akkor ő nem is, mikor a másságról beszélgettünk, nem is egy vonási jellemzőt, tehát nem is egy állandó jellemzőt hozott példának erre a témára, hanem egyszerűen egy viselkedést, egy olyan társát hozta szóba, aki máshogy viselkedik, mint a többiek. Tehát nem feltétlenül jelent egy nagy különbözőséget az, hogyha valakinek van egy vonási jellemzője is, hiszen alapvető viselkedésbeli különbségekkel is ugyanúgy kell megbirkózni, mint ahogy egy-egy állandósult dologgal. A gyerekek még ezt így látják, jó lenne felnőttként is ezt megőrizni. Behoztam ezt az épségizmust, és én ezen elég sokat gondolkozom, amióta mondjuk így az elmúlt, nem tudom, jó pár évben elkezdtem különböző adottságú és különböző testű emberekkel együtt dolgozni, és volt pár ilyen élményem, hogy mennyire egyfajta normára van beállítódva a társadalom minden szinten. Másrészt pedig az, hogy valahogy így felhatalmazva érezzük magunkat arra, hogy rákérdezzünk arra, aki nekünk furcsa, miközben csak úgy egy embernek mondjuk, nem tudom, a kortörténetét nem kezdjük el előásni, hogyha nincs valami olyan dolog, ami miatt azt gondoljuk, hogy nekünk ebbe szabad belenyúlni. És ezt most már csak azért is hozom fel, mert például Deskénél ez egy ilyen nagyon fontos döntés volt, azt hiszem, hogy ez sose kerül szóba, vagy hogy erről így nem beszélünk, nem kell rákérdezni, ez egyszerűen csak az ő része, és nekünk kell hozzátanulni azt, hogy hogyan kell ráfigyelni, mondjuk. Most ezzel elég sok mindent hoztam fel, bármihez kapcsolódtak igazából.
Igazság szerint én tényleg azt gondolom erről, hogy igen, az emberek azok kíváncsiak, és mindig felteszik a kérdést, hogy miért. Én ezt akkor tapasztaltam, amikor még műlábakat használtam, és két mankos segítségével közlekedtem, akkor jöttek a kérdések, hogy mi a baj a lábamnak, vagy mi történt velem. Viszont onnantól kezdve, hogy én megváltam a műlábaimtól, és kerekesszékben élem a napjaimat, és így érzem magam teljesnek, azóta nincsenek kérdések. Tehát, hogy én örülök neki, hogy ezektől a kérdésektől meg sikerült ezzel szabadulnom, hogy én ezt a döntést meghoztam. Azt gondolom, hogy azóta, hogy így felmerem vállalni önmagam, akkor se volt baj, csak valahogy nekem is túl kellett esnem ezen a folyamaton, hogy elfogadjam teljesen magamat, és azzal sosem volt gond, hogy szeretem magamat úgy, ahogy vagyok, és elfogadtam azt, hogy így születtem, inkább azzal, hogy a társadalom hogy állt hozzám, hogy fel vagyok-e arra készülve, hogy még jobban megbámulnak az emberek, összesúgnak a hátam mögött, és igazság szerint különbséget nem éreztem, tehát hogy ugyanúgy volt összesúgás, mint amikor rajtam volt a műláb, és úgy használtam a kerekesszéket. Úgyhogy én örülök, hogy megléptem ezt, és merek önmagam lenni. Azt gondolom, hogy minden embernek ezt meg kéne tapasztalnia. És a gyerekeknél, akikkel én felnőttem, úgy gondolom, hogy ők sokkal jobban érzékenyebbek szociálisan, hiszen ők már találkoztak olyan sérülésű emberrel, mint én. Nekik nem lesz újdonság egy olyan embert látni, akinek mondjuk nincs keze, vagy bármilyen testi fogyatékossággal rendelkezik, mert velem ezt tapasztalták, és azt gondolom, hogy akik így érkeznek erre a földre bármilyen betegséggel, vagy bármi olyannal, ami nem ugyanaz, mint az átlag, ők azért vannak itt, meg magamat is ide sorolom, hogy tanítsuk egymást, és úgy gondolom, hogy ez egy hosszú folyamat, amíg így megtanítjuk egymást élni, és arra, hogy hogyan segíthetünk a másiknak úgy, hogy a másik ne érezze azt, hogy egy nyomorult helyzetben van, és segítségre szorul, hanem ugyanolyan teljes életet tud mellette élni. Szerintem nagyon fontos itt a Rozmarin Kunyhó epizódban az is, hogy Deske egy teljesen elfogadó és jól működő közegben van, és hogy ettől semmi más különbözőt nem is mutatunk. Sem ebben az epizódban, sem én azt gondolom a későbbiekben. Tehát szerintem nagyon fontos annak a kultúráját megteremteni, hogy ez ilyen egyszerű, csak egyszerűen szeretni kell egymást olyannak, amilyenek vagyunk, ki egy kicsit bátrabb, ki egy kicsit félénkebb, ki beszél, ki hallgat, ki felszabadult, ki visszafogott, és nagyon sok árnyalatot mondhatnék még itt. Én azt hiszem, hogy ennek az alapvetése az, ami talán egy kicsit hiányzik, és itt akár testi, de akár lelki betegségekre, elváltozásokra is gondolhatunk, amik egyébként szintén nagyon-nagyon tabusítva vannak. Szerintem az a lényeges szempont, hogy maga az alapközeg, amit létrehozunk magunk körül, meg amit hajlandóak vagyunk normaként elfogadni a saját életünkben, az egy olyan közeg kellene, hogy legyen, mint a Rozmarin Kunyhó közege, ahol fel sem merül ennek az egésznek a firtatása, mindenkiben arra koncentrálnak, amiben épp erős, egyébként Deske tök jó bujócskában, ahogy láttam. Van kedved játszani velem? Uh-huh. Jó, akkor gondolok valamire, te megtaláld ki, oké? Okay? Ideális világban mondjuk ez hogy néz ki az iskola rendszerben? Számomra úgy néz ki, ahogy például a gyermekek háza van itt Budapesten, és minden osztályban van egy értelmi sérült vagy autista, kerekesszékes, tehát hogy színesek az osztályok, és a gyerekek vagy gyengénlátóak, tehát hogy akik tudnak úgy is tanulni, hogy kisebb segítséggel, de hogy a gyerekek megtanulják kezelni egymást, és akadálymentes az iskola, ugye nyilván ezeknek meg kell felelni az épületeknek, tehát hogy én mindig azt mondom, hogy attól, hogy mi arra vágyunk fogyatékkal élők, hogy ugyanúgy nézzenek ránk, ahhoz még meg kell teremteni az eszközöket, tehát hogy ne érezzem magam fogyatékkal élnek, hanem simán kimegyek az utcára, bevásárolok, elmegyek ide-oda, amoda, ne ütközzek akadályokban, mint ahogy ti épp emberek sem ütköztök akadályokban. Szerintem ettől érzi magát az ember teljes értékűnek, hiszen olyan körülmények vannak teremtve köré, és azt gondolom, hogy ha ezek megvannak, akkor tényleg tud egy olyan társadalom lenni,
amire mindenki vágyik. Legalábbis az én környezetemben biztos, hogy mindenki erre vágyik. Igen, gyerekkorban kell ezt szerintem elkezdeni, hiszen a gyerekek tényleg nem azt nézik, hogy úristen, sose azt nézték, hogy nincs lábam, hanem azt, hogy mondjuk milyen jól gördeszkázok, vagy tényleg mi is milyen jókat számháborúztunk, és engem soha nem lehetett megtalálni. Úgyhogy igen, a gyerekek nagyon befogadóak ebből a szempontból. Szerintem ez azért a szülői házban kezdődik. Azzal kezdődik, hogy egyébként mondtál egy nagyon magas labdát, azt mondtad, hogy mi ne ütközünk olyan akadályokba, amilyenekben ti sem ütköztök. Szerintem az lenne pont a lényeg, hogy ne legyen egy ti meg egy mi, hanem hogy egy nagy mi legyen. De hogy nyilván ehhez azok az eszközök, meg azok azok az infrastruktúrális körülmények kellenek, amikről itt mesélsz. Szerintem nagyon-nagyon sok szülői beszélgetés, nagyon-nagyon sok átgondolt kommunikáció kell ahhoz, hogy ennek a csíráit el tudjuk ültetni, és aztán azok majd később szárba szökkenjenek. Nem kell messzire menni, akár viselkedésbeli dolgokban, és tényleg, amikor egy gyerek elmeséli otthon a szülőjének, hogy képzeled az óvodában, nem tudom, melyik gyerek ezt csinálja, azt csinálja, akkor ne azt mondjuk, hát igen, mert ő egy rossz gyerek, hanem mondjuk azt, hogy lehetséges, hogy rossz napja volt, vagy mondjuk azt, hogy hát igen, képzeld, én azt hallottam, most költöztek, és biztos, hogy ez nagyon felzaklatja őt, ezért nem találja a helyét. Tehát, hogy próbáljunk meg szülőként mögé nézni. Ez nem kell pszichológus anyukának lenni. Persze az sem hátrány benne, de teljesen egyszerű hétköznapi emberként is, hogyha megpróbáljuk azt vizsgálni, hogy az emberek viselkedésének alapvetően mi lehet a hátterében, és ezt nem firtatva megkérdezzük, vagy nem a fejére olvassuk, hanem egyszerűen kialakítunk egy olyan koncepciót belül, hogy nyilván ő azért tesz így vagy úgy dolgokat, mert arra megvan a maga oka. Nekem ezt nem kell tudnom, nekem az a dolgom, hogy ezzel megpróbáljak nyugodtan, békében együtt élni, és esetleg segíteni őt, hogyha elakad, akkor ez már egy jó alap. Egy nem annyira normakövető viselkedésű óvodás társával, a kisfiam azzal a felhanggal jött néhány évvel ezelőtt haza, hogy ez a kisgyerek mindig rendbontóan viselkedik, és hogy milyen rossz gyerek ő. 3 héttel később, amikor sokat beszélgettünk róla, akkor az volt a tendencia, hogy együtt játszanak az udvaron, és ő segít neki, hogy betartsa a szabályokat. Így lett végül is az árulkodó rablóból végül Pandúr, aki segít megtalálni azt, hogy is kell ebben a rendszerben jól működni. Biztos baja van vele. Nincs veled baja, csak a Deske nem beszél. Ezért hívjuk így. Deske, Deske, Csendeske, meg Édeske. Ennek azért nagyon fontos része lenne szerintem az is, hogy tájékozódási pontokat kapjanak a szülők, hiszen sokszor ők maguk sem tapasztaltak ilyet, vagy nem kapták meg a jó mintákat a saját szüleiktől. Tudtak ilyen forrásokat, vagy olyan, nem tudom, ilyen mondjuk a háttértársaságnak szoktak, vagy a Hintaló Alapítványnak szoktak lenni ilyen gyerekpszichológiai ügyekben, én azokat ismerem, de ebben a témában én sem találkoztam még ilyen anyaggal. Én sem. Tehát, hogy azt tudom, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság csinál iskolásoknak ilyen érzékenyítő órákat, amikor egy-egy paralimpikon elmondja az ő történetét, és akkor a végén van egy kvíz, ahol a gyerekek ugye, ha valamelyik gyerek ugye a legtöbbet eltalálja a kvízből, akkor ő, nem tudom, valamilyen jutalmat kap. Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, és most a COVID alatt jött ez be. Van a Magyar Parasport napja, ez alkalomból szoktuk ezeket csinálni, és szerintem nagyon nagy a kereslet rá, és az emberek látják, hogy ez jó, és van érdeklődés is, úgyhogy úgy gondolom, hogy mivel ilyen befogadó a társadalom, és kíváncsi a történetekre, és ezáltal a nehézségekre is, amik a történetek mögött vannak, úgy gondolom, hogy ez például egy ilyen forrás, ezt az egyet tudom én is mondani. Szerintem ilyen szempontból a Rozmarin kunyhó egyébként egy nagyon jó forrás tud lenni akár családok számára, akár azzal, hogy itt beszélgetünk a témáról, és akár azzal, hogy gondolatmorzsákat elszórunk, amiken aztán nyilván felnőtt és gyerek tovább tud gondolkodni. Fontos, hogy lehetőséget ad, akár az is, ahogy mi itt beszélgetünk, mutat egy mintát arra, hogy hogyan lehet erről otthon is beszélgetni. Én, mint nem személyesen érintett, hogyan tudok ehhez viszonyulni, vagy értően nyúlni. És azt hiszem, hogy azért is például Deskét választottam, ami a kommunikációban akadályozott, mert például ez egy olyan dolog, amihez volt személyes tapasztalatom, és így tudtam, hogy már ismerem, és nem nulláról kell kezdeni. Meg például figyeltünk arra, hogy a
Hetet Hét Kalandnak a jelnyelvi narrátor kislánya, ő jelelte az összes Deske szöveget, és próbáltuk a bábban visszaidézni ugyanazokat a jelnyelvi jeleket, amennyire lehet. Nyilván az egy komplexebb kommunikáció, mint amit két kis ilyen virsli kézzel el lehet mutogatni, hogy egy picit ismerős legyen, meg az is bennem volt igazából, hogy ez annyira egy skála, mert sokszor egyszerűen csak a csendes gyerekekkel sem tudunk mit kezdeni, és például a Mostoha fiammal is sokszor van ez, hogy ő nagyon be tud zárni új emberek előtt, és nem az lesz a megoldás, hogy kérdezgetem, vagy faggatom. Nem is tudom igazából, mi a kérdésem ezzel kapcsolatban, csak azt akartam elmondani, hogy így sokszor ez szerintem nehéz, és így tök jó, hogyha van mondjuk érintettekhez kapcsolódás, mert szerintem annál hitelesebb forrásból senki nem tudja megkapni azt, hogy mit csináljak egy ilyen helyzetben. És ez egy nagyon tehetetlen helyzet, amikor először szembesül az ember vele. Pont az a nehéz, és egyébként szerintem nagyon sok meg nem értett csoporttal szembeni rossz érzéseknek az a kiinduló alapja, hogy aki még nem találkozott ilyennel, ő tehetetlennek érzi magát, mert nem tudja, hogy fogja meg a témát, nem tudja, mit kérdezzen, nem tudja, mit mondjon, ezáltal frusztrált lesz, és mivel alapvetően valószínűleg nem csiszolta még megfelelő szintre önön tudatosságát, ezért aztán ezt a frusztrációját ráborítja arra, aki éppen ott van, akinek éppen az ő figyelmére, vagy az ő megértésére, vagy az ő együttműködésére volna szüksége. Ez tud nagy károkat okozni. Emiatt lenne fontos az, hogy például a nyelvben ne legyenek tabusítva olyan szavak, amik ezeket az állapotokat írják le. A minap a tömegközlekedésen találkoztunk egy nem beszélő hölgyel a gyermekemmel, és magam is bajban voltam, hogy akkor most mi a megfelelő kifejezés arra, aki nem beszél, akkor mondhatom azt, hogy néma, vagy nem mondhatom, vagy hogy akkor ez hogy van, olyan szót adok az ő szájában, amivel később esetleg meg fog bántani valakit, vagy ez így van rendben, és aztán nyilván feloldottam magamban a dilemmákat, és kezeltem úgy, ahogyan tudtam, de én azt gondolom, hogy nagyon sokszor felnőttként itt akadunk el, hogy már az is társadalmi tabu, hogy kimondjunk olyan kifejezéseket, amik erről szólnak, vagy amik ezt mutatják. Hát nálunk az működik, hogy ne nézz oda. Uh-huh. Tehát, hogy akárhányszor engem megláttak gyerekes anyukák, az anyuka mondta azt, hogy ne nézz oda, mert ő azt gondolta, hogy ezzel kizárja, és akkor nem kell róla beszélni. És azt gondolom, hogy ez egy óriási probléma, hiszen a gyerek azt kíváncsi arra, hogy miért nincs lábam, a társaimnak miért nincs keze, mi az, amiben ülök. Szerintem ezek gáz, hogy tabu témák sokszor, és sok szülő esetében le van tudva azzal, hogy ne nézz oda. Akkor szerinted jobb rossz kifejezéseket és esetlen mondatokat használni? Szerintem igen. Uh-huh. Én legalábbis így látom. Valaki úgy látja, hogy tényleg ne is nézzenek rá. Most ez is olyan dolog, hogy én ilyen vagyok, én így születtem, én nekem ezt erről könnyebb beszélni, lehet, hogy ha a baleset során vesztettem volna el a lábaimat, akkor másmilyen ember lennék, de szerencsére az én életem azt gondolom, hogy jól alakult. Az egyik legjobb dolog, ami történt velem, az, hogy így születtem, mert különben nem lennék paralimpiai bajnok, nem találtam volna az úszásra rá, és ezáltal szerintem lehet, hogy még most is keresném magamat, és azt gondolom, hogy én már gyerekként is olyan tudatosan tudtam, hogy én ki vagyok, és hol a helyem a világban, és tehát, hogy nem volt az, hogy én bármivel is kevesebbnek érzem magam, azért mondom, hogy tudtam, hol a helyem, hogy ugyanúgy törtettem előre, mint bármilyen kisgyerek, és azt gondolom, hogy ez jó dolog. Persze ehhez olyan szülők kellettek, akik az én szüleim, akik mindig azt éreztették, hogy ugyanolyan vagyok, mint bárki. És szerintem ez a probléma, hogy sok ember azt gondolja, hogy nem, hát ő sokkal kevesebbet ér, neki nincsenek lábai, sokkal nehezebb az élete, pedig szerintem sok esetben sokkal, de sokkal könnyebb az életem, mint mondjuk nektek épp embereknek. Csak ezekről nem beszélünk, ez a gond. Szerintem alapvetően az a gond, hogy nagyon sok mindenről nem beszélünk. Igen. Az előző vasat ütve még egy kicsit, tehát ha ne nézz oda helyett, hogyha oda néz, és hogyha akár esetlenül, de kapcsolódik, akkor az jó, hogyha el tud indulni egy kommunikáció, és akkor mondjuk, hogyha sikerül egy ilyen, akkor jókedélyűen megmutatod, hogy így megyek a kerekesszékemmel, és nézd, így csinálom. Igazság szerint volt már ilyen, ahol hallottam. Azok nagyon jól estek, amikor
akkor nem is jöttek oda, de hogy az anyuka elmondta, hogy nem tudom, lehet, hogy így született, vagy baleset érte, kerekesszékben él, de nézd meg, milyen menő, neki legalább nem kell sétálni. Tehát, hogy az előnyöket sorolta fel a kisgyerekének, és igen, a kisgyerek is mondta, bár nekem is lenne kerekesszékem. Szóval valahogy így tényleg megfogják azt, hogy mi az előny a sztoriban, és ez baromi jó. Tehát egy teljes spektrumot mutatnak, igen. Nem csak az egyik oldalát. Igen. Igen, ez de jó, az eszembe sem jutott. Nekünk volt egy ilyen inkluzív táncóránk a dráma instruktor képzésen, Szemesi Kingával, aki amúgy foglalkozik ilyen inkluzív tánc képzésekkel. Egy látássérült és egy kerekesszékes, ráadásul ez egy elektromos kerekesszék volt, jöttek hozzánk táncórára. Az osztály nagy része amúgy bekötött szemmel is tolta végig a táncórát, és csináltunk egy roppant egyszerű fogócskát, amiben a Sanyi, aki a kerekesszékben ült, mindenkit levert, szóval, hogy így ő így jött, és közben így pittyogott a kerekesszéke, és ilyen roppant ijesztő és fenyegető lett attól, hogy jött utánunk. Szóval ez például egy ilyen szavak nélkül nagyon egyszerű megtapasztalása volt ennek, hogy a kevesebb szó az mennyire nagyon nem oké ezekben a helyzetekben. Még az jutott eszembe így gondolatként, hogy napraforgó van egy pont, ahol így már kezdi megérteni, hogy jó, akkor Deske nem beszél, és aztán talán a májva mondja, hogy hát elvitt a tica a nyelvét, és akkor ezen napraforgó felháborodik, hogy ilyet nem mondunk. Holott Deske is nevet rajta, és megnyugtatják őt a gubák, hogy hát ezen ő is nevet. Elvitte a cica a nyelvét. Ilyet nem szabad mondani. Pedig ő is ezzel szokott viccelődni, azon a mutogatós nyelven. Ez jelnyelv, nem mutogatós. Hogy van ez a valóságban? Én nálam hogy... így abszolút, tehát hogy én is... Én nagyon sokszor mondom ezt a szót, hogy lábatlankodom, tehát, hogy ez, de tényleg így van. Szeretek ezzel poénkodni, mert azt gondolom, hogy ahogy Deske is gondolja, szerintem, hogy a humor az egy olyan eszköz, amivel ezeket a tabukat egy pillanat alatt le lehet dönteni, és senki nem érzi kényelmetlenül magát az adott szituációban. Mert nyilván, ha valamit nem ismerünk, akkor ott van bennünk frusztráltság, rossz érzés, hogy mit kezdjünk az adott helyzete, és a humor ez egy ilyen baromi jó eszköz arra, hogy ezekből a helyzetekből kilépjünk, és utána már nem is foglalkozik. Szerintem ezért nem foglalkozott utána azzal, hogy mégis miért nem beszél, mert nyilván, hogyha elkezd sírni, hogy nem tud beszélni, és mit tudom én, akkor az ember megsajnálja, és tovább boncolgatja a témát, hogy de hogy mi történt vele, vagy hogy mi a múltja, nem tudom, és igazság szerint, mert amikor van az a rész, hogy miért lakna ott, és ott szomorú volt, és azért kérdezett rá arra, hogy de hogy mégis miért élne itt velük, hiszen biztos van otthona, és akkor ugye elmeséli, hogy hát mi történt vele, és de azt gondolom, hogy ez a helyzet én is, amiben vagyok, ezen nem lehet változtatni, és azt gondolom, hogy nem is kell. Én nem is szeretném, tehát hogyha lehetne hármat kívánni, biztos nem lenne köztem, megörülnék, most mit kezdenék két lábbal hirtelen, biztos, hogy agyvérzést kapnék, úgyhogy igen, szerintem ez nagyon jó dolog, hogy az adott szituációkat így megtanulják az emberek kezelni, és a gyerekek szempontjából is így lehet ezt, tehát lehet ezzel poénkodni, miért ne lehetne? Jó, nyilván emberfüggő, van, aki sokkal érzékenyebb és megsértődik, de én a magam példáját tudom mondani, én egyáltalán nem sértődök meg semmi ilyenen. Jó, azért fura, amikor más mondja, hogy te itt lábatlankodsz, az úgy furá hangzik, de inkább ez a vonal, mint az, hogy Jézusom, szegény, Úristen, hogy tudsz így élni? Nem vagy szomorú, és nem. Ez a baj, hogy az emberek azt gondolják, hogy én minden nap így kelek fel, hogy bárcsak lenne lábam. Egyszer nem keltem így fel, egyszer nem jutott eszembe, tehát, hogy én boldog vagyok így. Tehát, hogy ez is a más emberekből jön, már megtanultam, hogy ő így tud kapcsolódni, hogy sajnálatot érez. Nem együttérzés, más a kettő. Ez a baj. A sajnálattal lealacsonyítjuk a másikat, és éreztetjük vele, hogy igen, amiben van, az egy nagyon rossz szituáció, vagy nagyon rossz helyzet, és ezért nem szeretem a sajnálatot, mert én egy jó helyzetben vagyok. Ami még eszembe jutott,
talán, hogyha eszköztárat kéne bővíteni az ügyben, hogy lehet ezekhez a témákhoz nyúlni. Nekem az jutott eszembe, hogy talán az, hogy a kérdezőnk. Tehát, hogyha valamit én felnőttként sem értek, akkor oda megyek és megkérdezem. Te figyelj, hogy kell ezt mondani, ezt a bigyót, amivel közlekedsz? Ezt hogy kell hívni rendesen? Akkor, tehát, hogy azt tanítjuk a gyerekeinknek is, hogy ha valamit nem értesz, akkor menj oda, és nyíltan, nyitottan a válaszra tegyél fel kérdéseket, akkor szerintem azzal egészen biztos, hogy nem lehet nagyon mellélőni. És nem a faggatózó kérdéssel, és mi az, ami miatt ilyen állapotba került, én nem erre gondolok, hanem arra, hogy egyáltalán, akkor ezt most hogy mondjam, akkor most hogyan tudok neked segíteni. Találkoztam a Vakok Intézetének megkeresésével, vagy felhívásával, ahol szintén azt hiszem, hogy arról volt szó, hogy ne kísérj át valakit csak azért az úton, mert látod, hogy ő vak vagy gyengéllátó, hanem kérdezd meg, hogy van-e szüksége segítségre. És ha igen, akkor hogyan érj hozzá. Igen. És ne simogasd a kísérő kutyát, mert az összezavarja. Szóval nem tudom, ilyen általános tanulság szerintem az, hogy realizáljuk a privilégiumainkat, amik abból fakadnak, hogy mondjuk épek vagyunk. Igen. És nézzük meg, hogy milyen olyan helyzetek lehetnek, amivel találkozhatunk. És valamilyen formában azt hiszem, hogy mindig lehet érintettektől tanácsot kapni, vagy ilyen támogató szervezetektől. Még a viccek kapcsán tudatosan került bele Deskéhez ez a vicc, mert amikor Ágotával dolgoztunk együtt, aki szintén látássérült, folyamatosan ezzel poénkodott, hogy körbeadtak ilyen papírt, és akkor mindig mondta, hogy igen, igen, látom, mutasd, csak én is megnézem. Szóval, hogy folyamatosan ezekkel heccelt minket, és elképesztő humora van, szóval, hogy ez is egy ilyen tapasztalatból be tudtam építeni. És igen, azt hiszem, hogy ezek fontos dolgok, mert hogy azt is gondolom, hogy nem kéne a nem épp társadalom idézőjelben részére rátenni azt, hogy még az ő feladatuk az is, hogy minket épeket empátiával kezeljenek, és megértsék, hogy nekünk ez milyen nehéz, hogy őket megértsük, és elfogadják, hogy mi sajnálattal tudunk felé fordulni, és igazából így akarunk kapcsolódni, szóval, hogy szerintem azon túl, hogy persze meg tudjuk kérdezni, hogy figyelj, én hogyan tudok hozzád úgy fordulni, mert nem tudom. Ezen kívül igenis fektessük bele azt a kis plusz energiát, hogy néhány napon keresztül 10 perces cikkeket elolvasunk, mondjuk az épségizmus kifejezésre, vagy az ableism fogalmon belül ennek a témája egész jól felfogható ilyen alapgondolataiban, hogy ne álljunk ott tehetetlenül, mert nem csak a gyereknek ártunk ezzel, meg magunknak, de a társadalom egy elég nagy részének is. Mit üzensz a gubáknak a következő részekre? Ahhoz, hogy le tudjál zárni dolgokat, úgy kell visszaemlékezned rá, hogy ez egy boldog időszak volt, és én is, tehát, hogy bármilyen nehézség történik velem, azokban is megpróbálom meglátni a jót, és nyilván ebben a házikóban azért egy rossz dolog történt, hiszen valaki elment, és nem jön már vissza. Viszont arra kell emlékezni, hogy milyen volt, amikor ott volt, és úgy lezárni ezt az egész fejezetet az életben. Úgyhogy szerintem ez, hogy fel kell vidámítani. Én biztos, hogy sok meló van abban, hogy az ember egy tragédia után vidám legyen, és ne szomorkodjon minden egyes percben, de ezek visznek túl, és egy életünk van, azt pedig nem tölthetjük úgy, hogy begubózunk egy házban, amire úgy emlékszünk, hogy hát milyen jó lenne, ha még itt lenne az, akit nagyon szeretünk, vagy milyen jó lenne, ha... Tehát, hogy így nem lehet élni egy életet. Begubózás helyett inkább begubáznak a gubák. Igen. Igen. Köszönöm szépen. Ezzel véget ért a második epizódról szóló beszélgetés itt a Rozmarin Kunyhó podcastben. Jövő héten jön a harmadik rész, két új guba, és Polányi Viktória mellett Bősze Ádám lesz a beszélgető társunk jövő héten, úgyhogy tartsatok akkor is velünk.